amikor nem látsz már színeket fáradtan induló reggelen. Hidd el, hogy én is érzem, s nekem te nem vagy idegen. Mikor nem látod már a célt, stán a hitet sem töretlen, húzod csak félre, és úgy gondold végig, mitől jó élni, és mitől nem. Kedves hallgatóim, az Ismerős Arcok nevű együttes Mennyit ér című dala egy mindennapi, hétköznapi helyzetképpel kezdődik. Ki ne érezte volna, mikor nem látsz már színeket, fáradtan induló reggelen. És ekkor az ember gyakran kiábrándult, mikor nem látod már a célt, stán a hitet sem töretlen. A bevezető sorok együttérzést csugalnak, közösséget vállalnak a megszólítottal. Hidd el, hogy én is érzem, s nekem te nem vagy idegen. A figyelemfelkeltő sorok egy figyelmeztetéssel zárulnak. Gondolkodj el! Régi retorikai tanács, ha valami bajunk van, gondolkodjunk el. És hogy min? Azt kérdések, költői, retorikai kérdések formájában mondja el a dal. Mennyit ér, aki nem tud, csak tudni vél? Mennyit ér, aki korlátok nélkül él? Mennyit ér, aki úgy fordul, mint a szél? Mennyit ér, aki kér csak, de adni fél? A mennyit ér kérdések után újabb helyzetkép. Mikor győztesként veszítesz? Vagyis elbuksz. Nem érted miért. S a választ is megadja a szöveg, a válasz itt van a természetben, az emberi sorsban, és benned. Aki a nehezebb sorsot vállalod, vagyis kis túlzással, a vá teszi szerepet. Mikor győztesként veszítesz, s a miért könnyeit látom a szemedben, a válasz itt van, csak nem vetted észre, vénülő fákban, sporladó kövekben. Magad választod a nehezebb sorsot, és megbecsülöd az őszinte szót. Attól vagy ember, hogy különb tudsz lenni, és felismered a rosszat, s a jót. Kedves hallgatóim, az Ismerős Arcok nevű együttes Mennyit ér című számának szövegét Nyerges Attila írta, és Pölcz Ádám tolmácsolta. Mikor győztesként veszítesz, s amiért könnyeit látom a szemedben, a válasz itt van, csak nem vetted észre, vénülő fákban, sporladó kövekben. Magad választod a nehezebb sorsot, és megbecsülöd az őszinte szót. Attól vagy ember, hogy külön tudsz lenni, és felismered a rosszat s a jót. Mennyit ér